Az állatok iskolája Nagy napra virrat az erdő Megkezdődött a tanítás az állatok iskolájában. Sorra jöttek a medve, farkas, nyúlfiak, fakérekből készült könyveket szorongatva a hónuk alatt és szépen sorba ültek a fatuskó padokon. Minnyáján vidámak voltak, örültek, hogy végre az állatoknak is van iskolájuk. De legboldogabb a róka volt, hiszen ő találta ki az egészet, ő lett a tanító, s így ővé lesz a sok tandíj is. Csak a varjú okvetlenkedett, fáról fára szállott, s oda minden iskolába siető állatnak. Kár, 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 nagy baj vár! De hát rá se hederítettek a vészjósló varjúra, hiszen az mindig így kiabál, ha feljön a nap az égre, ha esik az eső, ha szél fúj, mindig azt mondja, kár. Nem jó neki semmi, így hát már kora reggel megkezdődött a tanítás. Ide figyeljetek, mondta Róka, írni tanulunk, s már kezdte is mondani hangosan, úr, ír. De a nyúl az nem úr, szólt közben egy kis farkas, csak a farkasok írjanak. Ezen aztán elveszekedtek egy fél óra hosszat míg végül is rend lett valahogyan, és újból megszólalhatott a róka. Most kábetűt írunk. Kutya ugat. No, hiszen föl is ugrottak erre a nyulak, őzek, hogy elbújhassanak, mert ha a kutya ugat, akkor jön a vadász is. Alig lehetett megértetni velük, hogy ez iskola, ahol nem kell félni se kutyától, se vadásztól. Így is tíz óra volt már, mire újból magyarázni kezdhetett a róka. Most számolni tanulunk. Három nyúl elmegy sétálni, az erdő közepén találkoznak három farkassal. Hány állat van együtt akkor? Öt kettő, kilenc, kiabálták egyszerre. S mikor elhallgattak, a róka szépen megmagyarázta, hogy hat állat van együtt, mert három, meg három, az hat. Tudjátok most már? Igen, tudjuk, kiabálták a kis állatnebulók. Hát akkor mondj el a nyúl, szólt a róka. A nyuszi szépen felállt, és elmondotta, hogy sétálni megy három nyuszi, találkozik három farkassal, akkor hat állat van együtt. Az őzike is felelt, ő is így mondotta el, azután került sor a farkasra. Ha három nyúl és három farkas találkozik, akkor három állat van együtt, mert a három farkas megeszi a három nyulat. Buta vagy, Kiáltott rá mérgesen a róka: Te vagy a legbutább az egész osztályban! Mikor aztán a többi állat hangosan nevetni kezdett a farkason, az felugrott a padból, és egyenesen hazaszaladt az apjához, az öreg ordashoz. Elpanaszolta, hogy a róka azt mondta: Ő a legbutább az egész osztályban! Hű, a sárga falevelét, meg a hóval lepett szárazágát! Kiáltott az öreg farkas, hogy az én fiam butább, mint a nyúlkölykök, meg az őzikék, majd adok én annak az iskolás rókának. De minek is meséljek tovább, mikor a róka meghallotta, hogy rohan az öreg farkas az iskolába, úgy elszaladt, hogy csak a farka látszott a nagy sietéstől, a kisállatok is hazamentek, s azóta nincs iskolájuk. Csúfolja is őket a varjú, egyre azt kiabálja feléjük. Kár, 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 mind szamár!